A szúnyogok szeretik a vizet és a meleget. Komáromban, ahol nagy vízfelületek vannak, idén az időjárás alakulása miatt a megszokottnál jóval korábban kezdték meg a lárvák biológiai gyérítését. Városunkban nyaranta sok a szúnyog, minden évben gyérítik a kellemetlen vérszívókat, legújabban kerülve a vegyszereket. Komárom környékén olyan védett területek is vannak, ahol egyáltalán nem szabad semmilyen szúnyog gyérítést végezni, tehát behatárolja még azt a mozgásteret is, ami adottság lenne arra, hogy reguláljuk, tehát kicsit visszaszorítsuk a szúnyogokat. Két lehetőség volt az elmúlt években, egyik ugye az, hogy vegyi gyérítés legyen, amihez el kell mondani, hogy hatékonyabb, ugyanakkor sok káros anyagot tartalmaz, másrészt pedig kipusztít minden élőt. Az elmúlt időszakban sokkal nagyobb arányban próbáljuk használni a biológiai szúnyoggyérítést. Ennek a hatékonysága valamivel kisebb, mint a kémiaiért, mert egy biológiai anyagról van szó, többször kell használni, de pályázati forrásokat is használunk arra, hogy folyamatos legyen, és lényegében olyan mennyiségben keljenek már ki a szúnyogok, hogy ne legyen lehetőleg ne is kelljen használni a vegyi anyagokat. Komáromban idén a megszokottnál egy hónappal korábban kezdték el a biológiai szúnyoggyérítést. A lárvák ellen használjuk ezt a biológiai szert, ami egyenesen csak a szúnyoglárvákat tudja likvidálni. Munkaigényes, mert majdnem 50 hektár területet kell lekezelnünk nekünk ebben a biológiai szerrel. Ez 7-szer drágább, mint a kémiai. 7-szer drágább, ami azt jelenti, hogy egy hektárra csak maga a szer, amit kiszórunk, az van 70 euróra jön ki egy hektárra. Szúnyogmentes nyarat viszont nem remélhetünk. Igazán hatékony ugyanis a környező falvakkal való összehangolt szúnyogirtás lenne. Központi, országos szintű megoldás, egységes rendelkezés hiány azonban az önkormányzatoknak saját költségvetésből kell finanszíroznia a szúnyogirtást, és erre nem minden községben jut pénz.